Elkészült a nagymű, az alkotó pihen. Hát végül is 22 év, és gondolkozom is azon, hogy a főcíme ne írjam rá úgy, hogy, hogy Jankovics Marcell filmje 1989-2011. Mi az az első időpont, amikor fölmerült az ötlet, hogy rajzfilmen kell feldolgozni Madácsnak a művét? Miután 83-ban készült el az úgynevezett technikai forgatókönyv és a hozzá néhány látványterv, úgy gondolom, hogy ez egy-két évvel korábbi lehet. A 15 színre való tagolás alkalmat ad arra is, hogy az emberiség történelmét úgy lehessen feldolgozni, hogy eközben enciklopédiaszerűen meg lehessen mutatni különféle képzőművészeti stílusokat is. Ez kezdettől koncepció volt, vagy a munka során alakult így? Ez kezdettől, na mondjuk úgy, hogy a művelődés történészi énem ebben látott fantáziát és izgalmat. Olyasmi elég hamar eszembe jutott, hogy az egyiptomi színben azzal fogok operálni, hogy az egysíkú életet azt kétdimenzióban, falképek formájában mutatom meg, és az egyetlen kiteljesedett élet tulajdonképpen a fáraóé, ugye a Madácsi koncepció szerint legalábbis, akkor ő plasztikus lesz, vagy hogy a görög színben használom azt a egyébként művészettörténetileg nem egyidejű technikákat, hogy van fehér alakos, vörös alakos és fekete alakos váza. Ezek adják a tippet arra, hogy hogyan tudok mondani valót ezzel kifejezni. Nem csak a gondolat átültetése izgatott, hanem az is, hogy hogyan lehet. Kiindulási pontom az volt, hogy amit én addig láttam, ismertem, feldolgozásban, darabban, filmen, azok nem igazán nyerték meg a tetszésemet, és úgy gondoltam, hogy szegény Madács Imre nagyot álmodott, de mindig anyagi korlátai, meg hát szellemi korlátai is voltak annak, hogy hogyan kerültek ezek színpadra, ezek a változatok. A római színben viszont megjelennek például a mozaikok és egyéb megoldások is. Mennyire lehet az ókort közel hozni a ma emberéhez? Valószínűleg semennyire, mert én kisfiúknak, kislányoknak is mutattam belőle. Maga a látvány őket le tudja kötni akkor is, hogyha nem tudják a mögöttes tartalmat. Ha azt az atmoszférát vissza tudom adni, amit én gondolok mögéje, igazából egy halott világ, amit én ott bemutatok, egy olyan múzeumi terem, ha úgy tetszik, aminek nincs ablaka, ajtaja. A kitekintés az festett falképek formájában jelenik meg a falakon, és a mulatozók, azok sírszobrok, amelyek a saját szarkofágjaikon hevernek, és ugye ami zajlik, az a mozaikon zajlik, aztán az is térhatásúvá válik egy idő után. Abba bízom, hogy annak, akinek ez semmit nem mond önmagában véve, annak is egy pici dermesztő lesz. Tehát ez a dermesztő hangulatot vissza tudja adni, abban a fajta szépségében persze, amit minden dekadens világ akkor is fölmutat, ha amúgy ismerjük a bukását és annak a következményeit, és ennek folytán a halál kapcsolódik hozzá, tulajdonképpen minden színhez a halál kapcsolódik. A bizánci színben viszont a krónikáknak a világa jelenik meg, illetve az ikonoknak a világa. Igazából a krónika az az én beleerőltetésem, ugye, mert Madács egy helyszínen játszhatja, Bizáncban, én pedig a történetet elkezdem Bizáncba, és a szerelmi szálat, az Izóra szálat, azt elviszem éjszakra. Van egy mondata erre vonatkozóan Ádámnak, visszakívánkozik az ő északi honába, és akkor én oda teszem, mert miért nem egy, menjen oda, hiszen ezek álmok, és az álomutazás az minden további nélkül megengedi ilyen kilépés, akkor már viszont van alkalmam arra, hogy sokszínű legyek. Közben nekem nem egyszerűen egy ortodox probléma az, hogy a kereszténységen belül időnként hasadások vannak, ez a homo iusion probléma. Éppen ezért ezt is tágabban akartam értelmezni, tehát mikor megjelenik a főinkvizítor, ugye elvileg egy bizánci főpap alakjában, egyébként az inkvizíció nem volt jellemző, akkor ő átalakul menet közben, és egy pillanatra pápa lesz, aztán dominikánus szerzetes. Mondjuk úgy, hogy próbáltam univerzalizálni ezeket a madácsi gondolatokat, hogy az egész keresztény értelmezhető legyen. Ezek a módszerek később is felbukkannak, például a könyvégetés jelenetében, egy középkori könyvégetésről van szó, ahol mint egy hitleri SS katona égetni aztán a könyveket. A korral való játék megengedett ebben a műfajban? Hát én megengedem magamnak, ugye az első kérdésem az volt, akkor még nem volt ehhez igazából egy fillérem sem, amikor egyszer hallottam a televízióban Mozartnak a requiemjét, és a lakrimóza tétel ment egy halottak napi
80-as években még, amikor nem voltak reklámok, és a híradó előtt egy gyertyák égtek, és teljesen összeomlottam lelkileg, annyira megkapott, és azt mondtam, hogy ennek kell lenni a vezérmotívumának, és az első gondolatom az volt, hogy vajon elmegye a fáraó világába Mozart, ugye? Hát elmegy. Azt mondom, én úgy döntök, hogy elmegy. Mennyire volt egyértelmű, hogy a középkornak ezt a világát egy ilyen Dürer-i grafikai világgal kell érzékeltetned? Számomra az az időszak elsőbb a metszeteket jelent. Tehát én nekem a manierizmusból, tehát ez az idő, ami mondjuk Rudolf Császárhoz és Keplerhez köthető, a manierizmusból a legvonzóbb ez a fajta sokszorosított grafikai világ, ami akkor kezd pompázni. Legalábbis a világnak ezen a tér felén, itt akkor még a csendélet nem volt annyira, sőt a csendélet egy kicsit később is talán. És ez adta magát, mert a bedrótozottság, amit a filmvászon legalábbis, a ki van nagyítva, ez a fajta rajzi stílus ad, ez a bedrótozottság, ez jó ellenpontja lehet a francia forradalom látszólagos szabad szárnyalásának, hiszen ott is az első pillanatban bedöglik minden. A észistennő először úgy jelenik meg, mint egy csodálatos fiatal nő, aztán ő is metszetté alakul, ugye, mert akkor még a metszet még mindig egy uralkodó stílus volt. Ezen minden alkalommal elég sokáig kellett meditálnom, hogy hol oldódik például ez fel, a Londonban kezd feloldódni, de ott is vannak vissza-vissza esések ebbe a világba. Ez a grafikai stílus alkalmat ad arra is, hogy már-már pornografikus jelenetek megjelenjenek a rajzfilmben, gondolok itt erre a bizonyos prágai színre. Én nem hiszem, hogy ez pornografikus. Lehet látni a nő melleit, és lehet tudni, hogy közösülnek egy szaletlibe, hogyha mai nyelven akarok fogalmazni, egy ilyen kerti pavilonban. Hát ez történik. Hát a darab szerint, miközben Ádám ugye, alkohol hatása alatt repül, eközben tudja is, hogy a felesége máshol mulatozik. Ezt nem is sokkoló erővel, de azért ezt meg kell mutatni, ezt érzékeltetni kell, mint ahogy azt is, hogy ebben a nőben egy kétlaki lény lakik. Tehát nem egyféleképpen néz ki, hanem amikor a férjével beszél, akkor eldurul és kemény lesz, és amikor pedig a szerelmesével van, akkor ellágyul, és jellegzetesen a szerelemre termett külseje lesz. Ebben a színben megjelenik egy furcsa játék is, a fekete és a vörös összjátéka, a bor és a vér, tehát szakrális asszociációk is keletkezhetnek. Mennyire fontos ez a középkor világának a megidézésekor? Itt nem annyira az az eredeti jelentés volt a számomra lényeges, hanem az, hogy a bortócsa, amiben ő belezuhan és elalszik, az vértócsa lesz a forradalomban. Itt egy más típusú, hogy úgy mondjam, kevésbé szent jelentése van a vérnek, hanem a fölösleges vérontás szimbóluma lesz, hiszen az elején is, a végén is egy vértócsába került. Furcsa, mert ez a lehangoló világ inkább Kepleré. Egyébként, hogy úgy mondjam, személy szerint én leginkább Keplerrel azonosultam ebben a darabban valamiért. És mégis a forradalom lesz a drámai ebből. Tehát én nekem nagyon rossz véleményem van a francia forradalomról. Ezt le is vetítettem egyszer francia filmfesztiválon, és nem fogadta egyöntetű szimpátia.
Nekem az volt a benyomásom, hogy ez a forradalmi gondolatnak a konzervatív kritikája, ami megjelenik itt a Párizsi Színben, kicsit cinikus is a hozzáállás, mintha mindenféle forradalmi változást elutasítanál. Így van ez? Itt arról van szó, hogy a francia forradalom, a bolsevik típusú forradalomra futotta ki magát. Maga a francia forradalom számomra rémdráma, szóval nem mindig az jut eszembe az az öregasszony, aki az a házmesternő, aki kiment a kötő tűivel a giotinhoz, és azt várta, hogy végignézhesse az aznapi tévéműsort. Az emberben szörnyű indulatok lakoznak, és a forradalom arra alkalmas. Ha elutasítod az utópiákat, úgy tűnik, hogy nem rokon szenvezel a kapitalizmussal sem. A londoni szín, mintha egy Hanvas Béla féle karnevált idézne a te földolgozásodban. Ez egy időutazás, elindul valamikor a Viktória királynő csúcsidőszakában. A nyitóképen a londoni Crystal Palace látszik. 1853-ban volt azt hiszem a világkiállítás, amelyet a Prince Consort, a királynő Albert nevű férje magának csinált ilyen világsikerként, programként. Hát ezzel akartam jelezni, hogy honnan indul a történet, mert minden epizód egy optimista képpel kell, hogy induljon. Ugye a Madás is így gondolja, akkor itt ez. És akkor én a szép, lassan, finoman próbálok eljönni a máig. A ma az egy ilyen furcsa kavalkádba torkollik, ami nem lehet pontosan tudni, hogy melyik évben járunk. De az én életemben járunk. Az általam kiválasztott szereplők, akik a végén alázuhannak a szerencse vagy a sors kerekéről, azok mind az én időszakomnak vagy életemnek a képzelt és valóságos nagyságai, Einsteintől James Bondig, vagy az angol királynőtől Marilyn Monroeig. De mondhatom azt is, hogy Lenintől Kádár Jánosig. Hogyne, hát ők is benne vannak, ezek persze ilyen futóképek, villámgyorsan megy a kép. Az a zászló, ugye a 56-os zászló benne van, amelyik a középen kivágott címer helyén felválta a Kádár és Rákosi képe lobog, és ez az én számomra azt jelenti, hogy még mindig ott vannak, még mindig itt vannak. Egyetértene az ő szerepeltetésükkel Madách Imre? Ez izgatott a legjobban, hogy mennyire jól látta a jövőt a saját magához képest. Illetve ha eltolom és azt mondom, hogy Madás az én kortársam, akkor ez még mindig igaz a mi jövőnkre nézvést is. Tehát ezek a jövő alternatívák, amelyek a londoni szín után következnek, ezek ma is létező problémák, ha nem is pontosan ugyanúgy. Szerintem elborzadna, hogy az ő egyébként személyében is egy szomorú élete milyen felhangokat kap. Nem tudom, hogy egyetértene-e. Hát én visszaélek azzal, hogy én vagyok az utó élete, és nem ő az enyém, és teszem azt, amit én erről gondolok. A Falanster színben megjelenik egy olyan figura, ott már ugye számuk van az embereknek, és nem nevük, ahol 1919-es szám szerepel azonosítójelként. Ez sem véletlen? Nem, és megismerted? Lukács György. Lukács György, hát ugye én, sok olyan szereplője van ennek a körnek ott, akiket nem könnyű megismerni, mert ugye Lukács György is hajt nélküli, Hitler is szerepel benne, Kafka is szerepel benne, tehát olyan figurák, amelyek a 20. századnak meghatározó szereplői a mi szempontunkból. Miután ebben ugye az eredeti elképzelésben Platón, tehát ilyen viszonylag közhelyszerű figurák szerepelnek, gondoltam, hogy beleviszek valami személyeset. A Főgerontokrata, az egy semleges szereplő, viszont Kó Mozsóról mintáztam. Volt ez egy magyar író generáció az 50-es években, a kulturális forradalom előtt még, akik kint jártak, Karinthy Ferenc is tagja volt többek között, kint jártak Kínában, és meglátogatották a nagy akadémikust Kó Mozsót, aki a interjú folyamán egyszer csak fölállt és elkezdett legyetket hajkurászni, és magyarázatul azt fűzte hozzá, hogy Mao elvtárs azt mondta, hogy minden kínainak kötelessége a legyeket írtani, és ezt bevittem, mert a ruhák is maoisták ebben egy kicsit, benne van egy picit az 1984 is, az Orwelli világ, és benne van a helikopterrel, amelyik mászkál az ablakok előtt. Sok mindent belevittem, ami az én beskatujázott világtól való félelmemre vonatkozik. Azt hiszem, hogy korrekt, mert az egyik ilyen kísérlet, az 19-ben kezdődött mi nálunk. És aztán ugye folytatódott a Rákosi korban is, meg a Kádár korszakban is. Thank you.
Ha a londoni szín mondjuk úgy az eszmékkel számolt le, akkor a falanszter szín az eszmék megvalósításának a gyakorlatával. Jól látom ezt, hogy nem találtál Madách Imre segítségével sem egyetlen olyan eszmét vagy rendszer gyakorlatot, ami kielégítene téged? A legfontosabb mondat a falanszter színben az, hogy elfogy a sajt és éhen veszünk. És növényeket nem terem már a föld. Mit lehet ezt hozzáfűzni? Az űrbéli színben Ádám maga válik űrhajóvá, és ez az átalakulás, ez a metamorfózis azt jutotta eszembe, hogy mintha ez a rajzfilmes vállalkozás túlélte volna a saját korát. Mintha a 20. századot összegezné, és a 21. században már egy picit meghaladottnak tűnne. Az alkotó székéből nézve nem létezik ez a veszély? Biztos, így van, hiszen a film története egy 22 éves gyártás, ezzel a színnel kezdtem, mert ez volt a legrövidebb, és erre volt pénzünk akkor. És nem számolhattam azzal, hogy olyan technikai fejlődés fog végbe menni, ami teljesen átírja lényegében a lehetőségeimet. Ez tulajdonképpen a paródiája akart lenni a Csillagok háborúja féle jövőképnek. A gondolattal megterhelve, ami szerintem fontos gondolat, hogy az ember a maga biológiai korlátaival nem hagyhatja el a föld légkörét. El lehet menni egy darabig, aztán annyi, de azzal nem tud új életet teremteni. Hát a legközelebbi földhöz hasonló kékbolygó, amin újra kezdhetni, és amit megint tönkre tehet, az olyan messze van, hogy ez a jelen tudások szerint elérhetetlen, ezért kell gépéje alakulnia. Ez viszont, ez a játék lehetőség, adta azt, hogy egy olyan technikára lenne szükségem, mint amilyen a Csillagok háborújának egyébként már a 70-es években rendelkezésre állt. Az eszkimó szín annak idején Madách korában arra a feltevésre alapult, hogy a föld kihűl. Most mi úgy tudjuk, hogy globális fölmelegedés van, de az eszkimó színben, itt a rajzfilmes feldolgozásban már elmosódnak a kontúrok, tehát nem egyszerűen hideg van, hanem már föl sem ismerhető az embernek a körvonalai. Ha a szokásos pesszimizmuson is túllépünk, ilyen mértékű pesszimizmust mennyire tud a néző elviselni? Próbálja meg, talán megkönnyíti a dolgát, hogyha kijön a levegőre, jobb világot tapasztal. Ennek a katarzisa az lehet, hogy mégis van remény, amit ugye az utolsó szín elvileg megad, de csak elvileg. Szerintem az mindegy, hogy kihűlés vagy fölmelegedés, teljesen mindegy. Az, hogy az ember végül is ennek a kísérletnek a csődjét mutatja meg, ami itt a Földön végbe megy, az nyilvánvaló. Az ember a végtelennel társalog, vagy a végtelenben gondolkodik, és abban a pillanatban rájön a végességre, az rémlehangoló. Az ember a saját végességét próbálja mondjuk ilyen filmek létrehozásával kiegyensúlyozni, és reménykedik abban, hogy van utóélete, de ha az utóélete sincs, akkor miben reménykedhet? Amikor néztem ezt a sokféle megközelítést, ezt a sokféle stílust, akkor arra gondoltam, hogy talán ez a vállalkozás lehetne a magyar rajzfilmgyártás opus magnuma, valamiféle összegzése. Volt ilyen szándék benned?
Amikor hozzáfogtam, fogalmam nem volt arról, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amilyen helyzetbe kerültünk. Eléggé elfogult vagyok saját magammal szemben, de nem hiszem, hogy én nekem ezt kellett volna bármikor is gondolnom róla. Én ezt nem hiszem, hogy én egy valamilyen zárókőféle. A saját életemben igen. Tehát, hogyha más nem tudok többé csinálni, nekem akkor se lesz már bajom az élettel. Az 50-es években Rákosi Mátyás személyesen vetette le a tragédiát a Nemzeti Színház műsoráról. Akkor úgy gondolta, hogy Madács valamilyen remek jósként a kommunizmust bírálja, a szocialista rendszert bírálja ebben az alkotásban. Hogyha Madács akkor pessimistának számított, és te még rátettél egy lapáttal. Mit gondolsz, Rákosi vagy éppen Lukács, hogyan nézni ezt a produkciót? Hát nem tudom, Lukács egy okos ember volt, nem tudom, mennyire mondta a magáét akkor, amikor azt mondta, amit mondott. Könnyen lehet, hogy igen, könnyen lehet, hogy nem. Én nem hiszek a harsány derűben akkor, hogyha az nem belülről vezérelt. Nagyokat tudok még minden pessimizmusom ellenére derülni, hogy olyan benyomások érnek. Az, amit én ezzel a filmmel megcéloztam, az, hogy felszabadítsam az embereket azzal a nyomásról, amit egyrészt a maga a film is mutat, de hát végül is szembesíteni akarom őket azzal, amiben élnek, hogy szabadon merjenek cselekedni az ellen, amit ez a film mutat, mint nyers valóságot. Tehát tükröt tart a film eléjük. Ezen lehet változtatni, tehát ez csak rajtunk múlik. Vagyis ember küzd és bízva bízza. Úgy írtam át, úgymond a film végét, hogy az utolsó isteni mondat után, amit Ádám letörten hallgat, hirtelen belehasít az emlék, amit Lucifer mond a paradicsomban, hogy küzdést kívánok, diszharmóniát, mely új erőt és új világot ad, és utána eszébe jut az, amit ő maga mond, a űrszínben, hogy a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja a küzdés maga. Magyarán ez a film erről szól, végülis mondja is valahol Lucifer Ádámnak, hogy letörhetetlen kedély, és bennem ez megvan minden látszólagos vagy valóságos pesszimizmusom ellenére, újra kell lépnünk. Hát minden nemzedéknek újra kell teremteni a világot. És mitán szerintem most egy nagyon komoly világ végén vagyunk, éppen a világ vége kellős közepén vagyunk, amiben sok volt már, az emberiség történetében, tehát ez nem egy olyan típusú katasztrófa, hogy a Föld megsemmisül, de a mi világunk megsemmisülőben van. Annak a generációnak, amelyik kötelező olvasmányként meg kell, hogy nézze ezt a DVD-t talán, ennek ez adhat egyfajta felszabadító erőt, hogy fogjunk hozzá, és hozzunk ennél egy jobbat létre. Tehát én azt kívánom, hogy ők Ádám szívével gondolkozzanak, és ne Lucifer agyával.